Kozár Misleny egész sporttársadalma együtt ünnepelt szeptember utolsó hétvégéjén. A program első részében a Diabelli Művészeti Iskola Tornádó TSE táncosai léptek fel, latin és standard táncokkal. A Kozár Misleny Sportegyesület alapításának 30. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen a köszöntőkben a múltról, a jelenről és a jövőről is szó esett. Gyökeresen megváltoztatta az életemet, a szemléletemet, a gondolkodásomat, és talán furcsa ez, de szeretném megköszönni a szüleimnek, hogy úgy döntöttek, hogy kiköltöznek Kozár Misleny-be. Ott dölt el minden. Én azt gondolom, hogy egy olyan erős közösség a miénk, amely, és nem csak a közösségünk, a városunknak az összetétele, a lakosság is, vagy egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ennek ne legyen nagyon hosszú kifutása. Jelenlegi sportágok tovább erősödése, talán új sportágok bevonása, nagyon-nagyon szép jövőképet látok. Én azt gondolom, erre minden lehetőségünk adva van, és minden lehetőségünk adva is lesz. Az ünnepségre meghívták a Kozár Mislenyese egykori elnökeit is, akik közül Szolga Antal alpolgármester díjakat is átadott. Kozár Misleny nekem mindent jelent, főleg a sportegyesület. Most már elmondhatom, hogy ugye 61 évesen fiatalként kezdtem. Hát 30 éves voltam, amikor 31 éves, amikor ez az egyesület alakult. És akkor, amikor ez megalakult, ez az egyesület, akkor még aktívan sportoltam én is, illetve hamarosan rá egy kis időre, nem sokára elnöke lehettem. Mindent jelent nekem. Kozár Misleny az életünk nekünk, kék a vérünk, ahogy mondjuk, Kozár Misleny a vérünk. Az ünnepségen Kozár Mislenyi sportolói tehetség elismerő oklevelet kapott összesen 17 fiatal sportoló, köztük Pólics Bence kosárlabdázó. A méltatás szerint az elismerést olyanoknak adták, akik sportágukban Kozár Mislenyi nevelésként alkottak maradandót, és akikben a sportszakmai vezetés komoly lehetőséget lát. Én nagyjából 6 éve kosárlabdázom, és arra vagyok a legbüszkébb, hogy beválogattak a déli régiós válogatottba. Kozár Misleny sportjáért elismerő oklevelet összesen 8 főnek ítéltek, köztük Bánfai Zsoltnak a labdarúgás, valamint lányának, Bánfai Kírának a kézilabda sportágban nyújtott eredményeiért. Az elismerő okleveleket olyan sportolók, edzők, aktivisták kapták, akik a város sportjáért legalább 10 éve dolgoznak, területükön kiemelkedően teljesítenek, munkájukkal, hozzáállásukkal, példamutató viselkedésükkel méltón képviselik Kozár Misleny városát. Kozár Misleny sport jelent nekem mindent. Hát én itt lakom, itt élek már 20 éve, én ide hazajárok. Itt a csarnokba is, a pályára is, itt mindenki a barátom tulajdonképpen, úgyhogy nekem nagy megtiszteltetés, hogy itt a 30. évforduló alkalmával engem itt kitüntettek. De hát igazából nem én vagyok, aki itt a sportban járatos, hanem inkább a lányaim, akik nagyon büszke is vagyok. A nagyobbik is kitüntetett, és sajnos sporttevékenységben nem tud jelen lenni. De majd tolmácsoljuk neki az egyesület a kívánságait, jó kívánságait, úgyhogy ez egy nagy megtiszteltetés számunkra. Amit csinálnak, azt szeressék csinálni, én csak támogatom őket abba. Úgyhogy semmi sem erőszak alapján ment. Ők választották, hogy hova akarnak menni sportolni, minden az ő döntésük. Az ünnepségen továbbá Kozár Misleny Sportegyesület tiszteletbeli tagságot adományoztak 3 főnek, 2 főnek Kozár Misleny sportjáért posztumusz érdemérem kitüntetést ítéltek, valamint 12-en Kozár Misleny sportjáért érdemérem kitüntetést vehettek át. Ők legalább 10 éve az egyesület munkatársaként vagy társadalmi munkában segítik, támogatják a város sportéletét. A vállalt feladataikat magas színvonalon végzik, és munkájuknak köszönhetően a város sportélete nem csak helyben vagy regionálisan, hanem országosan is ismerté vált. Az ünnepség zárásaként, meglepetésként tortával kedveskedett az egyesület a megjelenteknek, amit a jelenlegi elnökség, valamint a korábbi elnökök együtt vágtak fel.